Lezáratlan per. Nyíregyházán indult újra a volt debreceni képviselőnő Balla Irma gyilkossági ügye. A politikust 2007-ben ölték meg. Rajtaütés a piacon. Raziát tartott a NAV Nyíregyházán a Tokaji úti vásártéren. Voltak olyan árusok, akiktől a helyszínen több százezer forintnyi tartozást hajtottak be. Nőnapi irodalmi est, helyi és országosan is ismert kortárs írókkal, Karafiát Orsolyával, Falcsik Marival és Nagy Zsukával is beszélgethettek az érdeklődők a Móri Zsigmond könyvtárban. Nyíregyházán indult újra a volt debreceni képviselőnő Balla Irma gyilkossági ügye. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! 2007-ben ölték meg a politikust, a gyilkossággal korábban a fiát vádolták, majd ítélték el. Később bizonyíték hiányában őt felmentették, most D. Lajost vádolják a bűncselekménnyel, aki a gyilkosság idején a szomszédos telken dolgozott. A lopásért többször elítélt férfi jelenleg is börtönbüntetését tölti, D. Lajos nem ismerte el a bűncselekményt. Az ügyben a debreceni törvényszék elnöke és valamennyi büntető visszakos bírája elfogultnak érezte magát. Ezért került a debreceni törvényszékről Nyíregyházára a per. Az ügyesség D. Lajost vádolja Balla Irma meggyilkolásával. A debreceni képviselőt 9 évvel ezelőtt, 2007 húsvétján ölték meg lakásában. Az ügyész azt mondta, hogy D. Lajos a szomszédos építkezésen dolgozott, ezért ismerte a házat. 2007 nagypéntekén este ment be a lakásba, és azonnal ütött. Balla Irma Katalin sértett fejét és nyakát ért nagyszámú, nagy erejű, eszközös támadás olyan brutális volt, amely a sértetnek különösen nagy fájdalmat, szenvedést okozott. A tárgyaláson bemutatták azt a 2009-es rendőrségi felvételt is, ahol D. Lajos elismerte a gyilkosságot. Kétszer tett beismerő vallomást. Ezekből Bodnár Zsolt bíró orvosott fel, mert a vádlott most nem akart vallomást tenni. Gondolkodás nélkül beléptem a szobába, és azonnal többit is mértem az akkor még ülő, és aztán fekvőre. Rám kapta a figyelmét, amikor az első ütést ütöttem, ekkor már feküdt, majd a fejre mértem ütésekhez. Anélkül, hogy szóltam volna hozzá, vagy ő tett volna bármilyen kijelentést. Később D. Lajos visszavonta vallomását. Azzal védekezett, hogy ő azért ismerte el a gyilkosságot, hogy 3 napra kiengedjék élettársához. A tárgyaláson a korábbi vádlott, a megölt képviselő fiának ügyvédje Magyar György is részt vett. Azt mondta, most megvan a lehetőség arra, hogy a valódi tettest ítéljék el. Én azt fájlalom, hogy lefolyt egy olyan büntetőeljárás az én védencemmel Sándorral szembe, aminek semmi értelme nem volt, mert láthatóvá vált korábban már, hogy az ügyészség téves úton jár, most talán már rátalált a helyesre. D. Lajos jelenleg vagyon elleni bűncselekmények miatt ül, 2018. szeptemberében szabadulna. Ha Balla Irma megöléséért is elítélik, életfogytig tartó szabadságvesztést is kaphat. Emberölés miatt rendelt el nyomozást a Nagykállóban talált halott csecsemő ügyében a rendőrség, írja mai közleményében a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság. Fehérvári Marietta, sajtóreferens arról tájékoztatott, az igazságügyi orvosszakértői vélemény szerint a gyermek élve született. Egy nyíregyházi szülészorvos hétfőn értesítette a rendőrséget, hogy egy 31 éves nagykállói nő szülés utáni állapotban került kórházba, de az újszülöttnek nyoma sem volt. A rendőrök a nő lakóházában és annak közvetlen környezetében kutatást tartottak. A halott csecsemőre végül a kerti mellékhelyiségben találtak rá. Razziát tartott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyíregyházán a Tokaji úti vásártéren. Voltak olyan árusok, akiktől a helyszínen több százezer forintnyi tartozást hajtottak be. A NAV kiemelt célja idén az adócsalás céljából létrehozott értékesítési hálózatok felderítése. Fokozottan vizsgálják továbbá az építőipari kivitelező cégeket, a nemzetközi áruszállítás szereplőit, a fémkereskedéssel és hulladékgazdálkodással foglalkozó vállalkozásokat, valamint az online szerencsejátékot üzemeltetőket. A korábbi évekhez hasonlóan a cél a tartozások csökkentése. Melyik történt egy adó hátralik megállapítás, tehát ennyit kellene helyszínen kifizetni. Mit a fizébénz? Igen.
A személyi igazolványok beszedésével kezdték a razziát a NAV Észak-Alföldi Regionális Adófőigazgatóságának adóvégrehajtói a nyíregyházi piacon. Ezt követően leellenőrizték az árusok személyes adatait, hogy meg tudják állapítani, van-e tartozásuk. A hátralék állomány csökkentése ugyanis a NAV kiemelt feladata. Az idejében a Nemzeti Adóvédelmi Hivatal a személyszállítással foglalkozókat, a vendéglátókat, illetve a gépjármű alkatrész forgalmazókat, valamint javítókat is ellenőrizzük. Emellett természetesen az építőipari munkásokat, valamint a közúti áruforgalom ellenőrző rendszerünket is sokkal inkább intenzívebben fogjuk használni. Az online kasszáknak az ellenőrzése továbbra is folyamatosan zajlik, valamint a hátralék állományunknak a csökkentése is kifejezetten célja az idei évnek. Magyar Norbert elmondta, egyre inkább azt tapasztalható, hogy a bírságokat és a tartozásokat is az ilyen jellegű rajtaütések helyszínén próbálják rendezni az adózók. Hozzátette, a délelőtti akció folyamán felderített hátralékállományok jellemzően budapesti székhelyű, ott elérhetetlen kereskedők tartozását csökkentették. Jelenleg a hátralékállományok ellenőrzése folyik. Nagyon fontos, hogy azokat a vállalkozásokat, akik felhalmozzák a hátralékukat, tetten tudjuk érni. Korábbi esetekben inkasszót alkalmaztunk, vagy jövedelemletiltást. Ez azt jelentette, hogy nagyon sok esetben nem vitt célra minket ez az ellenőrzési módszer. Azonban mostanában már egyre többször ingó, illetve ingatlan foglalásokat is végzünk. Természetesen a helyszínen végzett ellenőrzéseink során igyekszünk minél hamarabb hátralékállományt csökkenteni, tehát ez azt jelenti, hogy a készpénzes kifizetéseket próbáljuk megszorgalmazni. Hogyha ez nem sikerül, akkor ilyen esetekben természetesen árufoglalásra kerül sor. A sajtóreferens elmondta, a délelőtti razzia alkalmával 42 adózónál végeztek hátralékvizsgálatot, melyből 13 adósnál kellett végrehajtási eljárás kezdeményezni, 29 adózónak nem volt tartozása. A végrehajtás alá vont adósok közel 2 millió forint hátralékot fizettek meg a helyszínen. Helyi és országosan is ismert kortárs írókkal, Karafiát Orsolyával, Falcsik Marival és Nagy Zsukával is beszélgethettek az érdeklődők egy nőnapi zenés irodalmi esten a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. A nőnapi rendezvény, amelyet 5 évvel ezelőtt indítottak Nyíregyházán, évről évre egyre több látogatót vonz. Nőnapi zenés irodalmi délutánt szervezett a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár. Az eseményre több ismert kortárs írót és költőt hívtak a szervezők. Gerlicki András vendége volt Karafiát Orsolya, Falcsik Mari, Hajdan Vali, Nagy Zsuka és Ferencik Adrien. Úgy gondoltuk, hogy velük tudunk kedveskedni a női társainknak, hiszen a költészetük és irodalmuk eléggé közismert, főleg itt a helyi írók, költők körében. Ismert például a Ferencik Adrien, mint írónő, de hát Karafiát Orsolyát pedig szerintem senkinek nem kell bemutatni, hiszen ő egy közkedvelt írónő, ezért választottuk őt. A vendégekkel aktualitásokról, jelenlegi műveikről és terveikről is beszélgettek. Ennek kapcsán több a közönség által eddig még nem ismert részletet olvastak fel készülő alkotásaikból. Karafiát Orsolya a legutóbbi verses kötete Él címmel tavaly jelent meg, de már dolgozik a következő regényén. Nálam a változások mindig ilyen nagy folyamatban zajlanak, de nem is igazán érzékelem, de talán egy fokkal kíméletlenebb és nem tudom, mélyre menőbb lettem, vagy mert nem érdekel annyira se a versorok, se a próza csillogása, vagy jól befogadhatósága, úgymond idézőjelben eladhatósága, inkább az érdekel, hogy egy mellbevágó tartalom jobban kijöjjön a szövegeimben. A nőnapi program már hagyománynak számít a könyvtárban, 5 évvel ezelőtt indult a kezdeményezés, azóta pedig évről évre egyre több látogatót vonz. Honfoglaláskori tárlat nyílik pénteken a József András Múzeumban. A kiállításról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. 3-0-ás vereséget szenvedett a Nagyecsettől hazai pályán a Máté Szalka a labdarúgó megyei első osztály 17. fordulójában. A hazaiak számára csak az jelentett örömet, hogy megújult környezetben fogadhatták a vendégeket. 2 nap alatt 2 meccset játszott és mindkettőn vereséget szenvedett a férfi kosárlabda NB2-ben a Sunshine Nyikse. Kovács Tibor együttese a Hajdú Hadháztól idegenben, a Szerencstől pedig hazai pályán kapott ki.
Árpád népe, Gyula népe címmel vándortlárlat érkezik a Nyíregyházi József András Múzeumba pénteken. A kiállítás a Közép-Tisza vidéken talált emlékeket mutatja majd be. A Kárpát-medencében nincs állandó honfoglaláskori kiállítás, ezt pótolja most a Szolnokról érkező tárlat. A magyar honfoglalás korát, pontosan a 10. század első felét bemutató tárlat érkezik Nyíregyházára március 11-én. A kiállítást először 2013-ban láthatta a közönség Szolnokon, azóta több városban is bemutatták, és közel 100 000 látogatója volt. A honfoglaláskori leletek gyűjtésének egyik központja a József András Múzeum. A régészek sok mindent tudnak a korról, viszont a nemrégében befejezett ásatása példája, hogy még mindig sok a megválaszolatlan kérdés. Biztosan tudjuk, mikor volt a honfoglalás. Nagyjából egészéből tudjuk, hogy mikor zárul le ez a 100 évi Szent István uralkodása, trónralépésének, tehát a Szent Istváni államnak a megalakulásával zárul ez a rész. Azt is tudjuk erről a korszakról, hogy a magyarok ekkor veszik birtokba, és hál' Istennek a mai napig is itt vannak a Kárpát-medencét. Úgyhogy egy sor dolgot tudunk róla. És hát rengeteg kutatandó kérdés van ebben a kérdéskörben, és mindenképpen minden régészeti témában. Összesen 11 vitrínben, különböző tárgyakon keresztül próbálják igazolni, hogy a honfoglalók egyik törzse, a gyulák törzse telepedett le a Közép-Tisza vidéken, ahol például tarsolylemezeket és szabjákat találtak a régészek. A tárlat pénteken nyílik, az érdeklődőket előadásokkal és szórakoztató programokkal várják egészen május 8-áig. Nagyon sok hagyományőrző jelezte, hogy mindenképpen szeretne megjelenni. Mi természetesen várjuk is őket, illetve fel is kértük őket ennek a megtartására, hiszen mindenképpen illeszkedik ez a kiállítás koncepciójához. És hát ez az említett Mónus József féle előadás az szintén ezt a vonulatot követné, hogy mindenkihez szóljon és az előadás tematikájához is kapcsolódjon. A gyerekeket kézműves foglalkozásokkal és képes katalógusokkal várják a múzeumban. Japán napot tartottak a Kródi Gyula gimnáziumban Nyíregyházán. Az intézményben tradicionális ételekkel és szokásokkal ismerkedhettek meg a diákok, valamint 7 másik iskolával együtt játékos vetélkedőt szerveztek. Tradicionális japán napot tartottak a Nyíregyházi Kródi Gyula gimnáziumban. Az iskolában egésznapos programmal várták az érdeklődő diákokat, a 7 másik intézményből érkező tanulók pedig egy játékos vetélkedőn mérték össze tudásukat. Néhány diák tradicionális japán ruhába öltözött. Nem igazán ismertük eddig a kultúrát, de a Krúdiba ez a szép és jó, hogy minden évben van lehetőség egy ország kultúráját megismerni, úgyhogy az idén a japán napokat kaptuk, és nagyon örülünk neki, hogy megismerhettük jobban. Nagyon sok feladatunk volt, tehát festettünk, jelmezt terveztünk és vartunk, úgyhogy most már igazán közel áll hozzánk. Nem csak a kultúra, a sport is szerepet kapott az iskolában. A tornateremben harcművészeti bemutatót tartottak. Azt kell tudni a Kyokushin karatéra, hogy egy életforma, nem nevezném sportnak. Engem nagyon sok mindenre tanított az életben, főként arra, hogy hogyan gondolkodjak, hogy éljek tisztességesen, hogy oldjam meg az élet nehézségeit, stresszkezelésem kívül még mondjuk a magánéleti dolgaim is sokkal jobban működnek azáltal, hogy ezzel a figyelemmel használom a mindennapokban a történteket. Az aulában japán ételeket kóstolhattak az ínyencek, a vendégek a diákok által készített japán hangulatú festményeket is megtekinthették. Az iskola célja, hogy a tanulók a világ országainak valamennyi hagyományával találkozzanak. Úgy gondolom, nem az elsődleges csak, hogy jól tanuljanak és jól felkészüljenek a diákjaink a felvételre, hanem az is nagyon fontos, hogy közösségépítő feladatokban vegyenek részt, és megismerjék az Európán kívüli kultúrát is. Ehhez hasonló nemzetközi napot először tavaly szerveztek az iskolában, akkor az amerikai kultúrát ismerhették meg a diákok. Három-nullás vereséget szenvedett a Nagyecsettől hazai pályán a Máté Szalka a labdarúgó megyei első osztály 17. fordulójában. A hazaiak számára csak az jelentett örömet, hogy megújult környezetben fogadhatták a vendégeket. Az Ibrány nagyhalászmeccs árnyékában még egy szomszédvári rangadót rendeztek a megyei első osztály legutóbbi fordulójában. A Máté Szalka Nagyecsed mérkőzésen megújult környezetben léphettek pályára a csapatok, és szurkolhattak a nézők, ugyanis 6 millió forintos TAUS támogatásnak és 3 millió forintos önkormányzati hozzájárulásnak köszönhetően a korábbinál komfortosabb lett a város sporttelepe.
Így újult meg Máté Szalkán az öltöző, aztán biztonsági intézkedése kapcsán a sportpályán, a centerpályát körülölelő kerítés megújításra került. Ezen kívül, hogyha normális játéktéren szeretnénk, hogy labdarúgóink optimális feltételek között készülhessenek és mérkőzés játszanak, éppen ezért egy automatikus öntözőrendszerrel bővült ez a pálya infrastruktúrája. A centerpálya mellett lévő salakos pályának a befűvesítése történt még, és egy nagyon örömteli fejlesztés történt, ami a szurkolóknak és az ide kilátogatóknak a komfortérzetét növelheti, egy 100 fős fedett lelátó épült a sportpályán. A tavaszi szezont egy-egy döntetlennel kezdő Máté Szalka edzője a mérkőzés előtt nem tippelt az eredményre, mindössze jó játékot várt csapatától. Én nem vagyok jós, és nem is szeretek tippelni, de azt várom a csapatoktól, hogy jól játszon, és van egy régi igazság, hogy az a csapat, amelyik jól játszik, az rendszerint nyer. A vendégek játékos edzője nem titkolta, hogy 3 pontért utaztak Máté Szalkára. Én minden meccsen én győzelmet várok, holott, tehát én nagyon szeretem, itt fociztam 4 vagy 5 évet, már nem tudom pontosan melyik Máté Szalkán. Én szerettem itt lenni, de hát ilyenkor az érzelmeket félre kell tenni. Tehát mi győzni megyünk idegenbe bárhol, meg otthon is bárki ellen. A találkozón a vendégek akarata érvényesült, 0-0-ás fél idő után a Nagyecset 3-0-ra győzött, ezzel visszavette a második helyét a tabellán, míg a Máté Szalka a 11. helyen várja a folytatást. A 18. forduló párosítása a következő, Tiszavasvári Máté Szalka, Kemecse Nagyhalász, Baktalórendháza Szakoly, Nyírgyulaj Fehérgyarmat, Nagyecset Tiszalök, Tiszakanyár Gyulaháza, Ibrány Csényő és Mándok Tuzsér. 2 nap alatt 2 meccset játszott, és mindkettőn vereséget szenvedett a férfi kosárlabda NB2-ben a Sunshine Nyikse. Kovács Tibor együttese a Hajdúhatháztól idegenben, a Szerencstől pedig hazai pályán kapott ki. A nyíregyházi kosarasok csütörtökön a Szolnok csapatát fogadják a Vessék csarnokában. Az elmúlt héten 2 nap alatt 2-szer is pályára léptek a Sunshine Nyikse kosarasai. A Hajdúhatháztól korábban hazai környezetben 3 ponttal kaptak ki Kovács Tibor tanítványai, akik ezúttal nem tudtak szoros meccset játszani, a fizikai és magassági fölényben lévő vendéglátók 98-60-ra megnyerték a mérkőzést. Másnap az idegenben 32 ponttal legyőző Szerencs látogatott a Vessék csarnokába, ahonnan végül 74-65-ös győzelemmel távozott a borsodi gárda. Tisztában voltunk a Szerencs erejével, hogy nagyon jó szervezett játékot játszik, rutinos és fiatal játékosok egyvelegében dolgozik a csapatuk, és sajnos kisarányú vereséget szenvedtünk hazai pályán, amit elsősorban magunknak köszönhetünk, mert 3 negyeden keresztül jól ment a játék. A 4. negyed elején volt egy 3 perces periódusunk, amikor több eladott labda kimaradt helyzet, és erre már nem tudtunk a végjátékban válaszolni. Csütörtökön 20 óra 15-kor a bajnoki címvédő Szolnok U23-as csapatát fogadják a nyíregyháziak a Vessék iskola csarnokában. Az idegenbeli meccsből kiindulva egy komoly összecsapásra számítunk, ugyanis a Szolnok U23-as csapat ugye a NB1 A-csoportos U23-as bajnokságban is kimondottan jól szerepel, valamint szerkezetileg egy igen jó csapat fog hozzánk érkezni, ugyanis 4 2,10 m játékos és a fölöttivel rendelkeznek. Közülük is kiemelkedő ugye a Peringer Balázs, illetve a Zsíros Péter, akik az A-csoportos felnőtt csapatnak is a tagjai, és nyilvánvalóan ők is komolyan veszik ezt az NB2-t, azért is, mert lehet fejlődni, és egy jó alapot ad nekik az A csoportra. Az NB2 keleti csoportját a DKA Dels vezeti 100%-os teljesítménnyel a 13-3-mal álló Cegléd és a 14-5-ös mutatóval rendelkező Szolnok előtt. A Sunshine Nyikse eddig 8 győzelem mellett 7-szer szenvedett vereséget. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Nyíregyházán indult újra a volt debreceni képviselőnő Balla Irma gyilkossági ügye. 2007-ben ölték meg a politikust, a gyilkossággal korábban a fiát vádolták, majd ítélték el. Később bizonyíték hiányában őt felmentették. Most D. Lajost vádolják a bűncselekménnyel, aki a gyilkosság idején a szomszédos telken dolgozott. A férfi nem ismerte el a bűncselekményt. Razziát tartott a NAV Nyíregyházán a Tokaji úti vásártéren. Voltak olyan árusok, akiktől a helyszínen több 100 000 forintnyi tartozást hajtottak be. A hatóság kiemelt célja idén az adócsalás céljából létrehozott értékesítési hálózatok felderítése. Fokozottan vizsgálják továbbá az építőipari kivitelező cégeket, a nemzetközi áruszállítás szereplőit, a fémkereskedéssel és hulladékgazdálkodással foglalkozó vállalkozásokat.
Helyi és országosan is ismert kortárs írókkal, Karafiát Orsolyával, Falcsik Marival és Nagy Zsukával is beszélgethettek az érdeklődők egy nőnapi zenés irodalmi esten a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. A nőnapi rendezvény, amelyet 5 évvel ezelőtt indítottak Nyíregyházán, évről évre egyre több látogatót vonz. A Kölcsei Televízió iradóját látták szerdán, friss hírekkel csütörtök este is várjuk majd önöket, tudósításainkat megtekinthetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! A Kárpát-medence fölé eleinte szárazabb, az éjszakai óráktól azonban délkelet felől ismét nagyobb nedvességtartalmú, kissé enyhébb levegő érkezik. Éjjel gomoly felhős idő várható, majd késő estétől erősen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Az éjszakai hajnali óráktól helyenként már elered az eső. Az északkeleti szél időnként megélénkül, reggelre általában 4 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, több helyen előfordulhat eső, az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik. Délutánra 12 fokig emelkedik a hőmérséklet, gyengülő hidegfronti hatás van térségünkben. Pénteken erősen felhős, illetve borult idő lesz a jellemző, északkeleten számottevő csapadék nem valószínű, máshol még többfelé várható eső, záporeső. A hétvégén nyugaton, délnyugaton sok maradhat a felhő, de az ország nagy részén már egyre hosszabb időszakokra kisüt a nap. A nyugati, délnyugati tájakon szorványosan, máshol csupán elvétve eshet. A jövő hét első napjaiban a napsütés mellett a gomoly felhőkből helyenként alakul ki zápor, a hegyekben hózápor. Kissé gyengül a nappali felmelegedés, hajnalonként pedig több helyen fagypont alá süllyed a hőmérséklet. Az e-napi időjárásból az egész hónapra jósoltak régen, amilyen a Franciska napja, olyan lesz az egész március.